Szerencsésnek mondhatja magát az Erkel Ferenc gimnázium, hiszen jóval kevesebb iskolának sikerült nyernie a pályázaton, mint amennyien beadták azt. Ami megvalósul, az az iskola számára hosszú távon igen fontos mérföldkő lesz, hiszen egy modern fizika, kémia, biológia oktatást támogató laboratórium felállításával az iskola egy komplex szakmai programot tud megvalósítani. Kialakítunk egy 36 fős, két része hozható olyan labort, ahol a környékbeli iskolákból rendszeresen járnak majd be hozzánk gyerekek, kisdiákok kísérletezni, mindemellett a mi saját diákjaink is az érettségre fölkészülés során aktívan fogják ezeket használni. Nagyon sok kollégánkat kiképezünk ezen eszközök használatára, továbbképzéseken vesznek részt, módszertani és eszközhasználati továbbképzéseken, illetve ami nagyon fontos nekünk, hogy valószínűleg úgy tűnik a pályázat évén ismét emelt szintű vizsgálóközpont lehet az Erkel Ferenc gimnázium. Ez egy nagyon nagy rangot jelent, hogy a megyében egy iskola ilyen feltételnek megfelel. Mi azon leszünk, hogy a következő tanév után már lehetőségünk legyen itt helyben emelt szinten vizsgáztatni fizika, biológia, kémia és földrajz tantárgyakból, hiszen a megyében jelenleg egy-két gimnázium megadatik ez meg összesen. Egy oktatási intézménynek jó esetben évente 1-2 milliós forrás áll rendelkezésére, hogy ilyen jellegű eszközöket vásároljon. A mostani pályázat segítségével több mint 40 millió forintot tud most ilyen célokra fordítani az oktatási intézmény. Így közel 250 millió forint áll még rendelkezésre a pályázatban, a megvalósítás többi részéhez, többek között a közművek kiépítésére is. Továbbképzési díjak is elég magas összeget képviselnek, jelentős összeg van beállítva arra, hogy ide buszoztathassuk a Békés megyés, van egy Békés-megyei határon kívül iskolából is, ahol jönnek majd gyerekek, tehát nekik nem kerül ez majd pénzükbe, ez nekünk beiskolázási szempontból óriási jelentőségű lesz, hiszen minden héten legalább 40 kisdiák fog hozzánk jönni, itt Dobosztól kezdve, Komádén keresztül, Okány, Sarkad keresztül, Sarkad, Elek, Lőkösháza, és persze a helyi iskolák, és azt gondolom, hogy nem csak beszélni fogunk az Erkel gimnáziumról, hanem meg tudjuk nekik mutatni úgy, hogy ez sem a városnak, sem az iskolának pénzébe nem kerül, ez azt gondolom önmagában megfizetetlen, ha szeretnénk az iskolát népszerűsíteni, és arra venni rá a legjobb tanuló diákokat, hogy nem máshova, nem hozzánk jönnek tovább tanulni. A munkálatok a nyár folyamán zajlanak majd, így nem akadályozzák az oktatást, és ha minden az elképzelések szerint alakul, jövő ősszel már birtokukba vehetik a diákok az új labort.